Sziasztok! 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 Itt vagyunk Kabala Mamiéknál, most már tudjátok, hogy jön a harmadik baba, méghozzá Bodza. És megérkeztünk a Krio intézetbe a harmadik babával. Úgyhogy Eszter segít nekünk abban, hogyha már van egy őssejtlevételes doboz, már ott pihen az előző babának a mintája, akkor vajon a harmadik babánál kell, nem kell? Ti hogy gondoljátok? Mert szeretünk biztonságban élni, talán ez a legjobb mondat erre, vagy kifejezés. Uh-huh. Úgy gondolom. És hogyha van egy ilyen lehetőség, akkor mindenképp élni szeretnénk vele. Nagyon örülök, hogy újra nálunk vagy, és ez egy gyakran felmerülő kérdés testvér érkezése esetén, úgyhogy örülök neki, hogy szóba jött. Ugye különböző ősejtminták vannak, van vér, van szövet. A vér az, amiből mindenképpen nagyon fontos, hogy legyen saját ősejtminta, mert ez egy genetikailag specifikus sejt. Tehát ott még édes testvérek között sem biztos, hogy megfelel az egyik mintája a másik gyermeknek. A szöveti mintánál hál' Istennek ilyen probléma nincs, azt egész biztos föl tudják használni az egymás mintáját, de ugye ilyenkor azért azt is el szoktam érvként mondani, ami szempont lehet, hogy ugye ez a minta, ez mindig annak a gyermeknek a tulajdona jogilag, akitől levették. Tehát mivel akár ez felnőtt korban is felhasználható, elképzelhető egy olyan szituáció, hogyha az egyiknek nincs, a másiknak meg van, de pont a második gyermek mondjuk, vagy a harmadik gyermeknek lenne szüksége rá, akkor bár genetikai szempontból biztosan felhasználhatja, de gyakorlatilag csak akkor, hogyha mondjuk a testvére ad neki belőle. Tehát azért ez is egy szempont, hogy esetleg akkor legyenek egyenlő esélyei a születendő gyermekeknek. Arra emlékszem, hogy tulajdonképpen amikor ti az előző baba születésénél megszületett a baba, ugye hát nagy sírás, rívás, cukik voltatok, tényleg nézzétek meg a YouTube csatornánkon, mert fantasztikus szülés volt, és még mindig könnybe lábad a szemetek, akkor ti tulajdonképpen észre se vettétek, hogy folyik ez a... De aranyos vagy! Azonnal átjött, ugye? Igen, minden pillanatára emlékszem. Kicsit mostanában amúgy hamar meghatódik. Hát ez így normális, ez egy kismamánál, kismamahorban, igen. Én amúgy megmondom őszintén, hogy én semmire nem emlékszem a levételről. Egy fájdalmat nem éreztem, ugye nyilván tele volt a szervezetem endorfinnal, meg nem ez volt akkor ott abban a pillanatban számomra fontos, de én a felvételről láttam, hogy hogyan is működik, mert fájdalmam nem volt. Semmit nem éreztem ebből, szóval, hogy így észrevehetetlenül történt számomra az egész. Hát igen, mert ugye sokan nem tudják elképzelni, és akkor esetleg kicsit aggódnak emiatt, de hát ugye itt gyakorlatilag a köldökzsinór vénáját szúrják meg, aztán magából a köldökzsinórból kérünk be egy 15-20 centis darabot, vagy a placenta végűt, és már a később megszülető mélepényből történik. Tehát igazából ez nincs összefüggésben sem a babával, meg ilyen szempontból az anyukával se. Tehát ugyanúgy, hogy nem érzik, amikor elvágják a köldökzsinórt, tehát ez egy ugyanolyan művelet, semmilyen egészségügyi kockázattal nem jár. Igen, meg hát a babának se fáj. Itt esetleg, amiről még érdemes beszélni, említetted, hogy szeretnétek, hogy hosszabban pózáljon a... Igen, igen. Hát ugye nekem is van egy szülésterve, és szeretném, hogyha picit hagynánk, hogy pózáljon még a köldökzsinór. És nagyon sokszor hallom azt, hogy a levételnél ez nem lehetséges, de amúgy ezzel nem értek egyet, de... Mostanában azért egyre több magyar kórházban, hál' Istennek, hangsúlyt fektetnek erre. Ugye ennek a hivatalos megnevezése késői köldökellátás, tehát az a lényeg, hogy hagyjuk pulzálni a köldökzsinort, nem kell azonnal elvágni. Ugye amikor mi születtünk még, akkor az volt a szokás, hogy amint megszületett egy baba, puff, elvágták a köldökzsinort. Most nyilván bajunk nem lett tőle, de azért az újabb... Hát, hogy is mondjam, orvosi, egészségügyi ellátásnak azért már az is a része, hogy kicsit figyeljünk oda arra, hogy ez ne ilyen hirtelen történjen, meg hagyjuk pulzálni a köldökzsinort, áramoljon be még, ami tud esetleg vér a babába. Na most ez egy nagyon jó törekvés, és a jó hír pedig az, hogy ez egyáltalán nincsen ellene a köldökzsinór vérgyűjtésnek. Tehát ezúton is szeretném megerősíteni, hogy nem kell azzal ijeszgetni a kismamákat, hogyha köldökzsinórvér gyűjtést szeretnének, akkor azt aztán azonnal el kell várni a köldökzsinort, mert ez nem így van. Tehát
A nagyon fontos info ezzel kapcsolatban, hogy minden kórházban megvan az adott protokoll, hogy ott hogy szoktak eljárni, és ezen kívül a szülést vezető orvos és szülésznő, tehát a szakemberek fogják eldönteni azt, hogy mikor fogják elvágni, és mikor látják ezt jónak, és ebbe nem szólunk bele semmi, meg én azt gondolom, hogy a szülők, kismamák se, tehát az a legjobb, hogyha ezt a szakemberek döntik el, hogy ezt mikor érdemes elvágni, és a koldogzsinór vérgyűjtés, ez minden esetben ez után kezdődik, tehát ez nem zavarja be ezt a történetet, és az is jól bizonyítja, hogy nem szükséges azonnal elvágni a sikeres koldogzsinór vérgyűjtéshez a zsinort, hogy ugye amióta azért már hál' Istennek egy jó ideje ez folyik, és odafigyelnek erre a magyar kórházakba, ugye figyeljük a statisztikát, nincsenek rosszabb mintáink, nem érkezik több sikertelen gyűjtés, tehát nagyjából a statisztika megegyezik. A gyakorlatban amúgy hogy néz ki? Ugye azt is mondtad, hogy minden kórháznak megvan a saját protokollja, de én azt kérhetem apaként, hogy mondjuk még azért ne egyből vágjuk már el azt a köldögzsinort, hanem egy picit lehet várni ezzel? Igen, én azt gondolom, hogy egyrészt erre már minden szülészeten, ahogy mondtam, odafigyelnek, tehát nem is kell ezt feltétlenül külön kérni, de természetesen nyilván a szülő családnak is lehet abba beleszólása, hogy mit szeretnének. Nem úgy fogalmaznék, hogy minél tovább pulzál, annál jobb. Tehát ezért ennek van egy optimuma. Egyébként a WHO ajánlása az 30 és 90 másodperc közötti elvágást, az már egy késői köldökellátásnak tart és megfelelőnek. Nyilván lehet eltérő módszert is alkalmazni. Én csak azt gondolom, hogy azért ebben mindenképpen érdemes a szülést vezető szakemberekre hallgatni, hogy ők mit látnak jónak, és hát természetesen azért ez egy megbeszélés úgyis előtte. Ami mindenképpen fontos, hogy mi semmilyen igényt nem támasztunk ezzel kapcsolatban, tehát nincs ilyen, hogyha köldögzsinórvérgyűjtés van, akkor aztán azonnal el kell vágni. Erről szó sincs. Amikor amúgy is ott eldől, hogy mikor látják jónak elvágni, vagy elzárni, mert nem is biztos, hogy egyből elvágják, csak ugye ráteszik a csipesz, de lényeg az, hogy amikor már nincs tulajdonképpen összeköttetésbe a babával, mert ők úgy döntöttek, akkor utána kezdődik a köldögzsinórvérgyűjtés, úgyhogy ez semmilyen szempontból nem tud kárt okozni a babának. Ezt csak azért kérdeztem, úgy, mert a gyakorlatban az volt, hogy ahogy kivették a liszt, egyből már mondták, hogy na, itt vágja el az apuka. Aha. És ugyanez hát volt a botinál is. Ezt lehetett megbeszélni, abszolút. Én szerintem érdemes, nyilván nem ott a szülés pillanatában, akár persze. Erről előtte lehet beszélgetni. Mondjuk... Nem hiszem, hogy én is olyan állapotban leszek, aki azt mondja, hogy na most nem vágok, még várok egy kicsit, nem hiszem. Hát szóval. Ha apuka vágja, akkor is te döntöd, de nálad lesz az olló, hogy mikár visszanézve, amit mondtak, azt csinálsz. Egyébként szerintem azért ott megvolt az a 90 másodperc legalább, csak neked a apai tudatod azért már egy kicsit, hogy mondjam, a memóriádat kitörölte, mert hogy te azt se tudtad, hogy hol vagy szerintem abban a pillanatban, úgyhogy az idő is tudod, úgy lelassult, vagy fölgyorsult. Bármit adtak volna, én ott elvágtam volna. Hát én ott utána láttam a felvételen, hogy csak úgy ott állt mellettem, lefagyva teljesen, hanem aki nem ismer minket, azt hiszi, hogy nem vagyunk olyan kapcsolatban, hogy nem tudom, hogy így nem az volt, mint a filmek. Hogy ott van simogat, hanem állt, és így nézett, pedig nem is az első szülésünk volt. Tehát, hogy egy teljesen önkívületi állapotban volt. Hanem sokban volt. Teljesen. És azon gondolkodott, ha gondolkodott egyáltalán, vagy csak sokban voltál, hogy most engedjem, hogy kijöjjenek a könnyeim, vagy nem. Ugye mi is ott voltunk, ez egy szokatlanabb dolog volt valószínűleg neked, és én arra emlékszem, hogy nagyon meghatódtál, de még, hogy mondjam, annak a kitörését, hogy ez könnyebben megvalósuljon, azt, hogy próbáltad visszatartani, és szerintem ez volt. És hogy Szandi jól van-e? Meg a sok, meg a jól van-e? Igen, minden. Igen, tehát minden. A sok, igen. Meg hogy gyorsan kerültünk ugye az igen. Kitoráshoz. Meg hogy ne zavarjak, hogy senkit csinálják azok, akik értenek hozzá. Hát figyelj, szerintem ha nem ájultál el, akkor ez már jó. Nem kellett felmosni. Te már tudod a feladatodat, vagyis azt, hogy nem hagyjuk otthon a dobozt, de egyébként az se baj, mert mindenhol van egy ilyen sürgősségi doboz. Szettünk, de egyébként ugye ilyen ez a kis szert, amit küldünk mindenkinek, aki úgy dönt, hogy szeretné. Tehát ugye, ha esetleg valaki ezt most hallja először, vagy fontolgatja, azt szoktuk javasolni, hogy
a menet úgy optimális, hogy először is tájékozódjanak. Tehát ha valaki beregisztrál hozzánk, az még semmilyen kötelezettséggel nem jár, mindenkinek nagyon szívesen elmondjuk a legfontosabb infókat, elbeszélgetünk, elküldjük e-mailbe, el tudják dönteni, hogy mit szeretnének. Ha úgy döntenek, hogy szeretnék az őssejttárolást, akkor ki kell választani, hogy milyen mintákat szeretnének, attól függ majd, hogy milyen szettjük lesz, tehát milyen eszközöket kapnak, megkötjük a szerződést, és utána küldjük az annak a csomagnak megfelelő gyűjtőszettet, ami így néz ki. És ez az, amit majd ugye nem kéne otthon felejteni, ezzel mentek a kórházba, amikor pedig megvan a minta, akkor ugye ezen van ilyen piros telefonszám, 0-24 órában elérhető telefonszám, ezt kell fölhívni, és akkor a vérszállító oda megy a kórházba, érte, és behozza nekünk a laborba. Erre már emlékszel, Krisztus? Erre már hogy emlékszem. Volt ez nálatok? Igen, emlékszem, hogy megszületett, és akkor ez volt az első, hogy fel kellett az első között, hogy fel kellett hívni, és akkor... Megsugom, hogy az is egy óra múlva volt. Igen. Akkor már megvolt az egy óra múlva. Az egy óra múlva volt, bizony, az aranyóra után. De van is valami időintervallum, ami belül kell, igen. Hogy értesítsék őket. Igen, igen, emlékszem, és akkor ott bemutatkoztam, elmondtam, hogy most szült a feleségem, és akkor, hogy... Hogy hol is található a csomag. Igen, hogy hol vagyunk, igen. Hol a csomag. Jó estét kívánok, én Balogh Krisztián vagyok, Balogh Huszti Alexandra férje, és az Uzsoki utcai kórházban megszületett Balogh Alíz kislányunk. Azt az információt kaptam, hogy hívjam önöket, ahogy megszületett. Jó, rendben, köszönöm szépen. Köszönöm, viszont elnök. Csak mindent tudtak, profin, úgyhogy dolgom nem volt. Azon kevés apuka közé tartoztál, aki emlékezett a felesége nevére is, és megszületett Bobo nevére is, ami elég gyakran előfordul, hogy esetleg teljesen kimarad az is. Na hát akkor legközelebb valószínűleg már az Uzsokiban, a kórházban találkozunk, úgyhogy apa meg, te tudod a feladatodat az őssejdobozzal kapcsolatban, vagyis? Bevinni a kórházba, felhívni a telefonszámot, és vihetik is. És útjára indítani. És egyébként, ami nagyon érdekes, hogy meg fogjuk veletek majd látogatni, hogy hova kerül Bodzának a mintája, hiszen ma már egy nagyon modern, kibővített, hatalmas laborunk és tárhelyünk van. Úgyhogy én is már alig várom, hogy ezt lássuk. Is várunk majd szeretettel benneteket. Mindenképpen el fogunk látogatni. Köszönjük. És akkor www.krio.hu, ott tudtok nagyon sok információhoz hozzájutni. Sziasztok! Sziasztok! Kövessétek az anyukáinkat és a sztármamikat, na ezzel az ujjatokkal? Nyomjátok meg a feliratkozás gombot. Köszönjük, hogy velünk vagytok! Itt, most itt, itt, itt!